a tavalyi év során elfogadták a Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégiát. Milyen eredmények születtek ennek tükrében, milyen fontos változások léptek életbe a stratégia elfogadása után? Hát az első és legfontosabb, hogy a stratégia volt az alapja annak, hogy a törvény egyáltalán meg tudjon születni. Ennek megfelelően egy hónapos eltéréssel az országgyűlés elfogadta az információbiztonsági törvényt is. Július, 2013. július 1-i hatályba lépéssel. Ami nagyon nagy eredménye, úgy gondolom, hogy kialakult egy jogszabályi háttérrel rendelkező keretrendszer. A keretrendszer tartalmaz egy megelőzési funkciót, a megelőzési funkció a Nemzeti Biztonsági Felügyeletnek a feladata. Van egy üzemeltetési auditálási funkció, ez a jelenleg még az NFM alatt működő Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóságnak a feladatköre, illetve ami nagyon-nagyon lényeges, és Magyarországon ez idáig ilyennel nem rendelkeztünk, az a kormányzati eseménykezelő központ vagy GovCert felállítása, amely megkezdte a működését. Ez a GovCert egyben egy ernyő szerepet is tölt be a többi kormányzati, többi szakcert fölött. Én úgy gondolom, hogy majd idővel ki fognak alakulni további szakcertek a jelenlegieken túl. A tevékenység elindult az elmúlt egy év során, el lehet mondani, vagy bő egy év során, hogy az együttműködés az folyamatos, vannak eredmények, lehet látni, hogy ezek az eredmények ezek valósak és olyan érzékelhető biztonságnövekedéssel járnak, ami ennekre korábban gondolni se lehetett. A kerekasztal beszélgetés során számos javaslatnak a megtárgyalása is felvetődött. Mik azok a főbb feladatok, amikre esetleg javaslatok érkeztek a kerekasztal beszélgetés során? Mire fókuszáltak főként ezek a javaslatok? Hát én úgy gondolom, hogy a leglényegesebb, miután minden sérülékenységnek, tehát minden rendszer sérülékenységnek 80%-a az a humán tényező, tehát a rossz konfiguráció, rossz jelszavak, hanyag kezelése a rendszereknek, rendszeradminisztrátorok hanyagsága, döntéshozóknak a rosszul előkészített, mások által rosszul előkészített és gyakran rosszul meghozott döntései. Én úgy gondolom, hogy az oktatás a leglényegesebb. A 80% humán hibát, hogyha ki lehet zárni, az valójában egyrészt bérből és fizetésből elhárítható, tehát nem jelent extrém nagy költségvetési ráfordítást. Másfelől nagyon lényeges szempont, hogy amennyiben ezeket a humán hibákat ki tudjuk zárni, akkor a fennmaradó 20% az egy lényegesen kezelhetőbb problémakört jelent. Oktatásban természetesen már megkezdődtek a feladatok, elkészültek az első tananyagok, különböző típusú tananyagok, van méretesebb tananyag, van rövidebb tananyag, abszolút a képzési formától függően. Alapvetően a közszolgálati egyetemhez kapcsolódó oktatásokról beszélünk, de azt azért meg kell jegyezni, hogy az oktatásban, ami a legfontosabb lenne, hogy az összes célkategóriát vagy célcsoportot valahogy sorra kellene keríteni, gondolok a döntéshozókra, gondolok az informatikai vezetőkre az egyes intézményeknél, gondolok a rendszeradminisztrátorokra, gondolok a felhasználókra, és ami nagyon lényeges, el kellene jutni még két területen valamilyen áttörésig. Az egyik, ami nagyon kiemelendő, ez a kritikus infrastruktúra. Manapság a kibertámadásoknak a fele az a kritikus infrastruktúrák felé irányul adatlopás, egyelőre adatlopási céllal. A másik pedig a gyermekvédelem. A gyermekvédelem az megint egy más feladat. Ugye hallhattuk, hogy többen próbálnak ebben a gyermekvédelemben valamilyen szerepet vállalni. Nem csak én, többen járunk iskolákba önszorgalomból tájékoztató előadásokat tartani. Egyébként érezhetően szükség van ezekre, és én úgy gondolom, hogy előbb-utóbb kötelező iskolai oktatási szinten is el kell ide jutni. Ami még feladat, valószínűleg át kell tekinteni a jogszabálynak a új politikai felépítményben vagy struktúrában történő működését és esetleges átalakítását. Én úgy gondolom, hogy ez a feladat is be kell, hogy következzen. Azt lehet látni, hogy a belügyminisztérium alatt kerültek ezek a feladatok
összpontosításra. Ennek van egy előnyös oldala, hiszen egy kézbe kerül akkor a politikai felügyelet, és nem három különböző minisztérium irányítja ezeket a funkciókat. Az is egy nagyon lényeges dolog.